Szép jó estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy megint eljöttek, és ezt a nagyon izgalmas előadást, legalább nekem nagyon izgalmas előadást végighallgatják. Ha ma egy könyvet előveszünk, akkor van egy hivatalos kiadás, klasszikusoknál egy kritikai kiadás, és akkor annak alapján József Attila, Arany János vagy Petőfi Sándor verseinek a kritikai kiadásából a pontos szöveget ismerjük. Nem így vagyunk az ókori irodalommal. Az ókorban ugye hivatalos kiadás nem volt, és bár a Biblia szóban született, és nagyon hamar írásba foglalták a Biblia könyveit, hosszú ideig gondolkodtak a tudósok azon, hogy vajon hiteles-e a Biblia szövege, vagy nem. Hát a vagy nem, most már elkopott. Azt tudjuk mondani, és ezt jelentem tényleg nagyon komolyan, hogy ma az ókori irodalomnak a filológiailag legpontosabban feldolgozott alkotása az a Biblia. Ehhez hadd mondjak néhány szót bevezetőbe, és aztán megnézzük azt, hogy hogy is maradtak ránk ezek a kéziratok. Kezdjük azzal, hogyha most egy kis összehasonlítást csinálunk, és Plátóról ugye mindjárt tetszettek hallani, akkor a legrégibb Plátó kéziratok azok úgy körülbelül Plátó halála után 7-800 évvel keletkezett kéziratok. És hogyha megnézzük ezeket a kéziratokat, nagyon sok filológiai gondot okoznak a kiadóknak a mai napig is. Nem így a Bibliánál. Itt van előttem az Ószövetség és az Új Szövetség. Mind a kettő kritikai kiadás, nem valami nagy szenzáció ez, mert minden lelkésznek, aki teológiát végzett, ez megvan a Biblia tanács jóvoltából, mindenki ingyen kapott szigorlatra egy-egy ilyen könyvet. Ez nem csak egyszerűen a Biblia ószövetségi szövege és újszövetségi szövege, hanem kritikai kiadás. Mit jelent ez? Ebben a kicsi könyvben, hogy erről beszéljek először, 5000 kéziratnak az összege található. Van egy alapszöveg, és hogyha a ránk maradt Krisztus után 1000 előtti kéziratokból egy vessző vagy egy pontocska más az egyik kéziratba, azt itt lábjegyzetben megtetszenek találni. Tehát azt lehet mondani, hogy hallatlanul pontosan ismerjük az Ó és az Új Szövetség szövegét. És hallatlanul pontosan ismerjük azt a folyamatot, ahogy ez a nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon pontos szöveg ránk maradt. Hadd mondjak egy nagyon érdekes példát. Madács Imre ember tragédiája. Madács ember tragédiáját ugye a 19. század közepén, az 1860-as években írta, Arany János átjavította, az eredeti kézirata megvan az akadémián, az én kezembe is volt, és szükség lett egy kritikai kiadásra. A ember tragédiájának a szövegei mindig úgy jelentek meg, hogy a korábbi nyomtatott kiadások alapján kicsit helyesírásilag módosították, és így egyik kiadás született a másikból. És amikor Szabó József, ugye evangélikus püspök volt, híres ember, jeles irodalomtörténész, megcsinálta a kritikai kiadását az ember tragédiájának, akkor az ember tragédiája szöveg hosszát tetszik körülbelül ismerni, körülbelül olyan 8000 helyen kellett javítani, az eredetihez visszajavítani a kritikai kiadásban, mert ennyi eltérés volt Madács eredeti szövege, illetve a kiadott szövegek, most forgó szövegek között. Ez egy nagyon nagy szám. De így vagyunk minden modern filológiai kiadással. Nekem ebben az évben jelent meg egy 18. századi kéziratom, és tudom azt, hogy 18. században nem én írtam, hanem én adtam ki egy kéziratot, és tudom azt, hogy milyen nagy gond ennek a kiadása, értelmezése, pontosítása, stb. De a Biblián évezredek dolgoztak, most már 2 évezred dolgozott, és azt tudom mondani, hogy a Biblia minden egyes szavával el tudunk számolni. Nem csak azért, mert ilyen pontos kritikai kiadások vannak itt az asztalon, hanem tessék elgondolni, hogy ehhez nagyon kiváló konkordánszok vannak.
minden szót, tehát hogyha szóba kerül egy szó, én rögtön meg tudom mondani, hányszor, hol fordul elő. De ez semmi. Nagyszerű szótáraink vannak. Méghozzá különböző szótáraink, három típusú. Az első egy olyan szótár, ami az ige helyek szerint pontos nyelvtani elemzéssel adja a szavakat, ilyen is van magyarul, Kis Sándor csinálta az Új Szövetségről. Azután vannak olyan szótárak, például a magyar szótár, amit Varga Zsigmond csinált, Új Szövetségi Görög szótár, ami lényegében egy nyelvtörténeti szótár, de ha ez nem elég, akkor van egy több nyelvű, német, francia és angol nyelvű nyelvtörténeti szótárunk, ami ott van a polcán az embernek, és leveszi, ez szép ilyen vastag, de hogyha ezzel sincs megelégedve, akkor az Új Szövetséghez nekem van egy 10 kötetes szótáram, és az Ószövetséghez egy 8 kötetes szótáram, amiben minden egyes szóról körülbelül egy 40-60 oldalas tanulmány tartozik, tehát minden egyes szónak az egész nyelvtörténeti múltját végigvizsgálja különböző rétegekben, tehát hallatlanul pontosan ismert szöveg a Biblia szövege. És ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert nagyon sok ember azt gondolja, és ezt le is írják olyanok, akik nem értenek hozzá, tehát nem foglalkoznak ezzel a tudománnyal, én nem bántom őket, csak nem foglalkoznak ezzel a tudománnyal, mert csak regényírók, hogy hát kérem szépen az 5. században valakinek eszébe jutott és betoldott valamit a szövegbe. Kérem, ez egyenlő a lehetetlennel. Ez egyenlő a lehetetlennel. Majd a végén kiderül, hogy miért. Tehát egy nagyon pontosan ismert szöveg itt van előttünk. De mikorról való ez a szöveg? Kezdjük az Ószövetséggel. Az Ószövetségnek a legrégibb kézirata 1947 előtt, majd erről a 47-ről szeretnék valamit beszélni, 1947 előtt egy Nashi papírusz volt, a Nash az egy embernek a neve volt, aki 1902-ben Egyiptomban talált egy papíruszt, hosszú vita volt ezen a papíruszon, ez eredetileg nem Biblia kézirat volt, hanem a 10 parancsolatnak, és Mózes 5. könyve 6. fejezetének, amit ugye a zsidók úgy hívnak a Söma Iszrael, tehát a Hald Izrael, az Úr a Te Istened, ez a héber hitvallás itt van megírva a Bibliába. Ennek a hosszabb Biblia szövegnek a pontos másolata volt, ami tökéletesen megegyezik azzal a Ószövetséggel, amit itt tartunk a kezünkbe, ami az Ószövetségnek a szövege. Ez volt a legrégibb, és hosszú-hosszú vita után ma abban állapodtak meg, hogy ez az első századból való, ez teljesen biztos, de hogy 70 táján születhetett ez a papírva. Ez volt a legrégibb. És utána a következőket tudjuk a Biblia szövegéről, hogy a Biblia kéziratai közül a legátfogóbb, amiben az egész Biblia megvolt, az a 9.-10. századból való volt, pontosan évszámra tudjuk, majd elmondom, hogy melyik kézirat ez, és utána előtte egy óriási szünet. Most előtte is volt rengeteg idézet, ami megfelelt a Biblia szövegének, hadd mondjam így szakszerűen, hogy a masszoréta szövegnek, majd elmondom, hogy ez a csúnya szó, hogy masszoréta mit jelent, tehát a masszoréta szövegnek, tehát a hiteles szövegnek megfelelt, de egybefüggő bibliai kéziratunk nem volt. 1947 tavaszán egy Mohamed ad-Dib nevezetű, a Dib különben azt jelenti, hogy farkas, egy Mohamed ad-Dib nevezetű fiatal srác, arab srác, palesztin arab srác, 17 éves volt ekkor, a kecskéit és a juhait legeltette a Holt-tengernek a észak-nyugati partján. Nem tudjuk, mert sokszor elmondta a történetet, ő legtöbbször azt mondta el, hogy elveszett egy kecske, és azt kezdte keresni, és látott barlangot, ami nem nagy szám, hiszen ez tele van különböző barlangokkal, tehát ezek a barlang, nem az akteleki cseppkőbarlangot tessék gondolni, hanem ezek kisebb üregek, és ez egy holdbéli táj. Tényleg, aki járt ott, az tudja azt, hogy úgy néz ki, mint egy holdbéli táj, kopasz dombok, néha egy-egy fűcsomó, és az állatok ugye felmásznak, a kecskék nagyon ügyesek, felmásznak, a két fűcsomó van, azt is lelegelik, és eltűnt egy kecske, és kereste. És ez az üreg ott tátongott, fogott egy jó nagy darab követ, és puff, bevágta az üregbe, és óriási csörömpölés. Na most ugye egy arab gyerek,
mire gondol? Tetszettek az 1001 éjszakát olvasni? De azok arab népmesék. Hát, hogy most a dzsín, jön a dzsín, ugye? Jön a dzsín. Hát elszaladt a barátjával együtt, másnap viszont kíváncsibb volt annál, és másnap lemásztak a barlangba, és ott a következőt látták. Egy 60 cm-es agyagedény, ami összetört, mert azt talált el éppen, és az agyagedényben ruhába csavarva bőrtekercsek. Persze ő nem tudta, azóta mi már tudjuk, itt előtte is tudtuk, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint egy kézirat temető, Genézának hívják ezeket a kézirat temetőket, és itt valami ősi szokást kell elmondani. A zsidóság körében az volt a szokás, hogy a szentiratokat, amikor kezdett kopni, és már 22 betű letöredezett a tekercsről, akkor ezt szépen el kellett temetni, ahogy egy embert. Azért kellett eltemetni, hogy nehogy véletlenül téves olvasata legyen a szövegnek. Lemásolták, és utána eltemették ezt a kéziratot. Na most ez a lemásolás nem ilyen egyszerű volt, mert voltak olyan kéziratok, amik hitelesített kéziratok voltak, és egy lemásolt kéziratot akkor lehetett használatba venni, amikor ezen a kéziraton hitelesítették. Most egy ilyen hitelesített kézirat, ennek is egy óriási története van, és ilyen kézirat történeteket, nagyon izgiseket tudnék mesélni most. Ez az aleppói zsinagógának a kézirata, ami 1947-ben, amikor zavargások voltak az aleppói zsidóság körül, és felgyújtották a zsidó negyedet, bennégett a zsinagóga, úgy tudtuk, hogy elégett. Óriási gyászba volt mindenki, bár ennek pontos kiadásai vannak, tehát ismeri pontosan a aleppói zsinagóga kéziratát, ezt már a múlt században ismertük, és az aleppói zsinagóga kézirata egy ilyen volt, amihez hozzá hasonlították, tehát egy ilyen nagyon-nagyon hiteles kézirat. De kiderült, hogy nem, az izraeli titkos szolgálat, ugye mire jó egy titkos szolgálat, ez kimentette valahogy Aleppóból, és feltűnt 1974-ben, jó sokára, Jeruzsálembe, tudjuk azt, hogy megvan, van olyan kollégám, aki látta is ezt közelről, mert ez akkora kaland volt, hogy még hogy került ez elő, látta, az egy negyede körülbelül megsemmisült, az tényleg eléget, de az izraeli paleográfusok, akik ugye a régi kézirattakkal foglalkoznak, ezt pontosan restaurálták ezt a dolgot. De ilyen kéziratok lehettek régebben is, mert most visszatérek a holtengeri tekercsekhez. Ugye van a 9. századból egy bibliai szövegünk, és tudjuk azt, a 9. század előtt, valamikor az 5. század táján egy hatalmas nagy fordulat következett be a Biblia héber szövegébe, méghozzá az, ugye, hogy múltkor elmondtam, hogy más alangzó írás, most betették a magánhangzó pontokat, alája, föléje, mellé. Mit változtatott vajon ez a szövegen? Ezt állandóan kérdezték a tudósok. Megbízható a Biblia szövege? És most találunk egy 1000 évvel korábbi komplett Ézsaiás könyvét. Pont Ézsaiás könyvét, amiben nagyon sok gond van. Most nem csigázom tovább az érdeklődésüket, mert sok mindenről akarok beszélni, hogy hogy került ez oda. Ez az Ézsaiás tekercs ma is az izraeli holtengeri múzeumnak, ez egy ilyen, pontosan egy ilyen palack tető alakú, nagyon modern épület, ebben van a kézirat, könyvházának hívják különben, ebben vannak ezek a kéziratok, amit a holtengeri tekercsek, amik egy egész-egész könyvtárra való. Most ennek az egész történetét nem mondom el, inkább egy könyvet ajánlok önöknek. Sok van magyarul, de ezt a könyvet ajánlom, mert ez hiteles könyv, tényleg, és tudományosan jó. Ez Alexander Schick nevezetű fiatal, személyesen is ismerem, kutató írta, csodálatos Qumran tudományos krimi szakmai vita és a holtengeri tekercsek igazi jelentősége. Kicsit olyan bestselleres a címe, ezt a magyarok adták azért, hogy el lehessen adni. Remek a képanyaga, történeti képanyaga, és remek az irodalom hozzá, és tényleg azt lehet mondani, hogy ez a tudományosság minden próbáját kiállja. Népszerű, és kiállja a tudományosság minden próbáját. Ez nagyon kevés könyvről mondható el sajnos ma a világon, nem csak Magyarországon. Ha most visszatérek a holtengeri tekercsekre, akkor
Csak egy tekercset, amit elsőnek találtak meg, ezt az Ézsaiás könyvét nézzük meg. Elsősorban ugye elolvasták Ézsaiás könyvét, és összehasonlították azzal a héber szöveggel, ami itt van, amelyik ugye úgy hívják, hogy masszoréta szöveg. A masszoréták voltak azok az írás tudók, akik a Krisztus utáni 5. században bepontozták ezeket, és nyelvtanilag, nyelvjárásilag egységesítették ezt a Bibliát. Tudni légy. Ha megnézzük a régebbi töredékes leleteket, és ezt a holtengeri tekercsek csak megerősítették, régen is sejtettük, akkor ez úgy volt, hogy az Izraelben különböző nyelvjárásai voltak a héber nyelvnek, tehát a halott héber nyelv is megőrizte a nyelvjárásait, mert ugye ezeket állandóan felolvasták, és ezért a vokalizáció, tehát az olvasás, az más és más hangtani jelenségeket mutatott egyik vagy másik zsidó csoportnál, és ezért vannak nyelvjárási eltérések. Éppen ezért a Biblia előtti héber szövegben három ilyen nyelvjárási eltérést szokták emlegetni. Az egyiket úgy mondják, hogy babilóniai vagy samáriai. Tudnik, a samaritánus, jaj, nagyon szépen köszönöm, ez mindig elfelejtem. A samaritánus sok ugye a babiloniai fogság után itt maradt elegyvel egy nép, akik egy önálló vallást képviselnek a mai napig, és ők a Mózes 5 könyvét és Józsué könyvét elfogadják, Bírák könyvét is elfogadják Szentíratnak. Fennmaradt a Bibliájuk. És ez egy nagyon ősi Biblia, viszont nagyon sok gond van vele, azért van gond vele, mert nyelvjárási eltérések vannak. Na most ebben milyen lehet ez az Ézsaiás könyve, amit megtaláltak a holtengeri tekercseknél? Kiderült, hogy ez az Ézsaiás könyve, ami egy terjedelmes valami, 14,75 méter hosszú, 17 darab ilyen bőrdarabból van összevarva, valami 52 vagy 54 hasábba van leírva a szöveg. Érdekessége szerint ez ugyanaz az anyag, ami a mi Ézsaiás könyvünk. Ez egy óriási meglepetés volt. Nyelvjárási eltérések vannak benne, de ezeket nem tudom lefordítani. Mert ugye ez éppen olyan, hogy tessék lefordítani, hogy azt mondja egy szögedi ember, hogy mög, meg azt mondja, hogy szöged, én meg azt mondom, hogy szeged, ezt tessék lefordítani, hogy helység névre ezt még lehet mondani, de tessék lefordítani a mögöt idegen nyelvre, ezt nem lehet lefordítani, mert legfeljebb egy más nyelvjárással, és akkor ez zűrzavart okoz abban a nyelvben is. Tehát ez egyszerűen fordíthatatlan. Most a legtöbb eltérés ilyen fordíthatatlan. Egyedül 13 olyan hely volt, ahol érdemben lehetett valamit mondani, hogy egy picit más ez a Ézsaiási szöveg. Ez a 13 helyet még jó a szocializmus idején. Egy Bureau nevezetű, nagyon híres kézirat tudós, és ez volt a holtengeri tekercsekről az első magyar könyv, a Holtengeri tekercsek című könyv 1961-ben gondolatnál jelent meg, könyvtárban még meg lehet kapni, felsorolja sorba. Ezek a változások ilyenek, hogy vagy egy szó plusz van, vagy egy szónál mondjuk az van, hogy például az egyik helyen, hogy megver az Úr téged az ő haragjával, és akkor ez a legnagyobb eltérés, és oda teszi, és orcájának tekintetével. Ez a félmondat a legnagyobb eltérés. Különben teljesen ugyanaz a szöveg. És ez felvetette azt a kérdést, hogy hogy lehet ez? Hát a madácsnál, amelyik itt van 150 éven belül, ilyen sok eltérés van, hogy lehet, hogy ilyen pontos a Biblia szövege? Ennek racionális oka kell, hogy legyen. És elkezdtük egy kicsikét vizsgálni, hogy hogy is van ez az egész. Hogy is működik ez az egész, hogy is volt régen a másolás. Már a holtengeri Ézsaiás tekesnél lehetett látni, hogy vannak ilyen ellenőrző kéziratok, mert az egyik helyen például az van, hogy kifelejtett egy sort a másoló. És ezt a sort így keresztbe a két hasáb közötti üres helyre bepótolták és bejelölték, hogy ez hiba, és beírta a másoló, a kézirat ellenőrzője a másolót kiavítva. Tehát nem csak úgy volt, hogy lemásoltak egy kéziratot, hanem egy bizonyos javításon átesett ez a kézirat. Ez biztos.
A mai Bibliában, tehát mindig erre a Masoréta, tehát a Biblia hebraika, Stuttgarti Biblia hebraikára gondolok, ez a kritikai kiadás, hogy hívjuk, mert Stuttgartban jelent meg ez a Biblia, és ezt használjuk az egész világon, ez a legjobb kritikai kiadás. Ebben például vannak olyan helyek, ahol például a régi másolók találtak egy régies szót, amit nem egészen értettek. Akkor egy jelet tettek, és kiírták a margóra, hogy esetleg hogy lehet. De a szövegbe belenyúlni nem lehetett. Vagy valahol volt egy betűhiba. Ugye minden nyelve lehet betűhibát tenni. Nagyon sokszor az van, hogy ugye van egy ilyen betű, most megpróbálom lerajzolni egy ilyen betű így, és akkor van egy ilyen szára, de itt nem ér össze a kettő. Ez egy H betű, ez egy puha H betű, de hogyha összeér a kettő, akkor ez egy kemény H betű. Most ugye itt egyszerűen ki megcsúszik az ember keze, még én, amikor írom héberül, akkor is sokszor elő kell venni és ki kell tenni, mert ez értelemmódosító, ugye, mert három más a hangdóra épül az értelem, és más, hogyha hé van, vagy het van, ugye, het, ez a torok, há van ott, ez más jelent. Tehát ilyen hibák vannak, hogy elírták, akkor se javítják ki, hanem a margón jelzik a helyeset. És az van, hogy kötib, így van írva, és köré, azt pedig így kell olvasni. Aztán, ez a kötib köré törvénybe tartozik az, amit már említettem egyszer, hogy a Jehova név ugye nincsen, hanem van a JHVH, ami a lenni igének egy megfelelő alakja, és ott is ugye a magánhangzókat pontozták, és oda tették a jelet, hogy vigyázz, amikor ideérsz, mert nem ezt kell kiejteni, mert ez az ír ott, a kötib forma, a körét kell kiejteni, a margón ott van. Tehát ennyire pontosan megcsinálták a másolók ezt. Na most a másolók után elindult egy nagyon-nagyon érdekes munka. Ezek a maszoréták nem csak bepontozták a szöveget, hanem azt is csinálták, hogy megszámolták a betűket. Ennek azért van értelme, mert a héber nyelvben ugye ez a 3-3-3 betűre épülő szó, illetve képző, stb. Sok-sok zűrzavart okozhat, különösen a számok, amiket betűvel írunk. Éppen ezért azt csinálták, hogy nehogy véletlen tévedés legyen, kijelölték minden könyvnek a középső betűjét, az első betűjét, utolsó betűjét, és ezt kellett tudni. Aztán kijelölték a szakaszoknak a betűit úgy, hogy voltak betűk, amit ilyen nagyobb alakra írtak. Ugye a héber írás az egy négyszögletű írás, tehát egy négyzetbe beleférnek a betűk. Ezeket pedig így meggyújtották egy ilyen téglalap alakúba. Tehát mondjuk van a B betű, amelyik így néz ki. Én fordítva írom, mert magamnak írtam. Tehát most idefele írtam. A különben azt jelenti, hogy ház, B-t. Ez a neve. És házat jelent a B betű. Na most ennek van egy ilyen hosszabb formája is, hogy kiteljen a sor, és tudják azt, hogy hoppá, itt most valami központ van, stb. Idáig számolni kell, itt ellenőrizni kell, stb. Tehát kialakult ilyen belső ellenőrzési rendszere az Ószövetségnek. És ez olyan tökéletesen működik a mai napig is, hogy a mai napig is, ugye széferek, így hívják a könyvírókat, írják Mózes 5 könyvét, ezt is említettem már. Ezek a széferek a lehető legpontosabban írják le a szöveget, ha elrontottak valamit, javítani nem lehet, újra kell kezdeni, és a mai napig is hallatlanul pontosan, pontos munkafolyamattal, minden betűvel számot tudunk adni az Ószövetségről. Hát azt lehet mondani, hogy tehát holtengeri tekercsek igazolták azt, hogy ez a fajta masoréta törekvés, ez olyan pontos szöveget hozott, ami páratlan az ókori irodalomba. Ezt bátran tudom mondani. De mi van az Új Szövetséggel? Új Szövetség egy más nyelven íródott. Az Új Szövetség... Jaj, még ha az Új Szövetség előtt elnézést kérek, de valamit még szeretnék elmondani, még három mondatot, mert borzalmasan zavar az idő, hogy beszeretném időre fejezni. Három mondatot hadd mondjak még. Még van egy igazolási pontunk. Ez pedig a nagyon régi fordítások. Ugye már Jézus idejében nem tudták az ókori hébert az emberek, mert egy más nyelven arámul beszéltek. Ezért
A következő volt, a zsinagógában mondjuk, ugye Jézus a zsinagógában van, felolvassák a héber szöveget, és utána odaáll egy magyarázó, és elmondta élő arám nyelven is ezt a szöveget. Ezeket a magyarázókat, tolmácsokat, ma így mondanánk, targumoknak hívták. Most ezt a targum szöveget tilos volt leírni egy darabig, de utána a targumok, ami egy ilyen hivatal lett, és nem akárki lehetett targum, hanem csak az, aki nagyon jól tudott héberül, és nagyon jól tudott arámul, ez nyilvánvaló, ez lehet jó tolmács. Ezek a targumok kezdték lejegyezni ezeket a szövegeket, a nehezebb helyeket, stb. Ilyen targum szövegeink is vannak, és ezek erősítik, és egy kicsit mögé nyúlnak annak a maszoréta szövegnek, ami itt van. Tehát azokat a dilemmákat is ismerjük, ahol nem egészen ismerték ki magukat, már a régi, akkor már több száz éve volt nyelvben a targumok. Ezek is hasznos segítséget adnak a szöveg pontos megismerésében. Ezen kívül van a szírfordítás, amit pesittófordításnak hívunk, amelyik azért izgalmas, mert ez a szírfordítás, hogy Krisztus utáni 200-300 évvel Krisztus után született, tehát nagyon korai, és ezek a fordítások is sok mindent elárulnak, és erősítik megint az Ószövetségnek a pontosságát, tekintélyét. De a legérdekesebb talán a görög fordítás, amit Septuagintának hívunk, ha tudományos műveket tetszik látni, akkor LXX, tehát a római 70-essel jelzünk, mert Septuagint az azt jelenti, hogy 70. Josephus Flavius feljegyezte, hogy 70 tudós fordította teljesen egyformán, stb. Ez egy legenda erről az egészről. De ez a Septuaginta is nagy befolyást gyakorolt, mert például az Új Szövetség nagyon sokszor a Septuaginta szerint idézi az Ószövetséget, és ez is egy szövegcsalád volt, egy nyelvjárási szövegcsalád, de ez is erősíti a héber Biblia tekintélyét. Tehát azt lehet mondani, hogy a héber Biblia ezeknél jobb, mert átment azon a nagyon logikus nyelvi stilizálási folyamaton. Az a stilizálási folyamat nem a szavakhoz való hozzányúlás, hanem a nyelvjárás és nyelvtani szabályok következetes betartása, nyelvhelyességi szabályoknak a betartása, hogy ránk egy nagyon kikristályosodott, nagyon klasszikus, szép szöveg maradt. Ennyit az Ószövetségből. De mi van az újjal? Az Új Szövetség az ugye görögül készült. Hogy miért görögül? Azért, mert az ókori világnak a nyelve, ezt nem nagyon szoktuk tudni, hellenizmus óta a görög volt. Rómában is görögül beszéltek. A római, tehát a latin írók is görögül írtak. Például Vergilius, Énész. Görögül írta. Tehát ez a görög kultúrnyelv egy nagyszerű alkalom volt arra, hogy lehetőleg leggyorsabban eljussanak ezek az iratok minden helyre. De ha megnézzük az Új Szövetség iratokat, az Új Szövetség iratoknak a legrégibb része azok a levelek. Azok nyilvánvalóan görögül írottak, mert ezek görög városállamokban lévő, vagy görög városokban, a Római Birodalom görög nyelvű városaiban íródott levelek voltak, vagy tájaira íródott levelek voltak. Nyilvánvalóan Pál kiválóan tudott görögül. Nem csak, hogy Pál kiválóan tudott görögül, hanem Pálnak a görög nyelve azért is izgalmas, mert tudott az egyes városok nyelvjárásán is beszélni. Csak egyetlen példát hadd mondjak. Például a Korintusban tudjuk azt, hogy 51-ben ott volt Pál. És Korintusban 51-ben volt az iszmoszi játékoknak a dolga. Az iszmoszi játékok ugyanolyan volt, mint az olimpiász, csak mindig az olimpia közé eső két évenként volt, úgyhogy nem ütközött az olimpiával, ugyanúgy minden görög városállam benevezett, és a korintusi levelet egy évvel később írja, mint ahogy ott járt. Pál, most engedjék el nekem, hogy miért tudjuk pontosan, hogy ott járt Pál Korintusba, de ha valakit érdekel, elmondom, Gallió volt a prokonzul, Gallió a Szenekának volt a testvér, és pontosan tudjuk, hogy 51-ben volt ott. Tehát ezt ilyen pontosan tudjuk. Na, Pál a korintusiaknak úgy ír, hogy tömve van sportszakkifejezésekkel a könyv. Hát kedvez a városnak, ezen a nyelven beszélnek. És Pál úgy tud görögül, hogy tud alkalmazkodni a város nyelvéhez. Vagy Filippi, az egy katonai támaszpont volt. A Filippi levél, az tele van katonai szakkifejezésekkel. Miért? Mert ezt használták a filippiek, hogy jól értsék a dolgot. Tehát ezért görög nyelven így írt mondjuk Pál.
Utána keletkezett az első három evangélium és az apostolok cselekedete, ezek úgy 65 és 75 között keletkezhettek, és a János irodalom durván, mondjuk a János irodalom előtt mondjuk Péteri irodalom, talán Jakab előbb, mint Pál, vagy közvetlenül Pál után keletkezett, ami nem valószínű, inkább előtte keletkezett. A zsidókhoz írt levél is egy kicsit később, mint a páli irodalom, és nagyon magas stílusban, valószínűleg egy alexandriai műveltségű embernek a munkája. És a kánon zárja a János irodalom, ami a 90-es években keletkezett, tehát durván olyan 30 évvel a többi újszövetség írat után, és így állt össze az újszövetség szövege. Most hadd mondjak egy nagyon érdekeset. Az újszövetség szövegének a szövegtanúi a következők. Maradtak fent nagyon korai papíruszok a második századból. Aztán maradtak úgynevezett nagybetűs kódexek, harmadik század vége, negyedik századtól, mert elmondom, hogy miért nagybetűs kódexek. Maradt egy csomó kisbetűs kódex, ez az 5. századtól a 10. századig van. És ennek az 1000 évnek az összes kézirata, én kiírtam most, 26 papírus kézirat, vagy bocsánat, 76 papírus kéziratunk van, 250 a nagybetűs kéziratoknak a száma, 2646 kisbetűs kéziratunk van, és van még egy nagyon fontos szövegforrásunk. Az istentiszteleti célra szánt bibliai szövegeket külön is kiírták, ezek liturgikus kéziratok. Tehát ugye, hogy ne kelljen fellapozni az alapigéket, ami szerint az óegyházi hagyományban prédikálni kellett, azt egymás után leírták, tehát nem a kánoni sorrendben. Ebből is van 1997 darab, tehát az első 1000 évből, hogy így mondjam. Ez összesen 4969, tehát durván 5000, mert ehhez még jön egy pár vitatott kézirat, hogy ez innen van a 10. századod onnan, mondjuk durván 5000 kézirat. És ebben az 5000 kéziratban van ugye összesen ilyen 150 ezernél valamivel több szó van az egész új szövetségben. Tehát 150 ezernél több szó, nem ennyi féle szó, tehát nem 150 ezer darab szó, hogy így mondjam, ha megszámoljuk a szavakat, tetszenek érteni, hogy mondom. És összesen 200 szóval kapcsolatban van valami komolyabb észrevétel. Tehát ez a statisztika is mutatja, hogy ez elenyészően kevés. Elenyészően kevés. Na most ennek a 200-nak is a nagy része tollhiba, tehát elírás. És ezeken az elírásokon is ám aranyosakat tudunk mi vitatkozni, új szövetségesek. Én szakmám szerint, második szakmám az egyháztörténet után új szövetséges vagyok, azért én erről jobban szeretek beszélni, és kevesebb az időm. Szóval erről nagyon tudunk vitatkozni, egy nagyon nevezetetet hadd mondjak. Azt mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdag embernek az Isten országába jutni, ugye? Na most. Ez ugye első pillanatra ugye zavarta az új szövetségeseket, és akkor elkezdtek nyelvileg gondolkozni. Hoppá, a teve, meg a hajókötél, az közel egy belső szó. Kamélosz a teve, a kemer cigarettáról, hogy angolosan mondjam, ugye tetszenek tudni, mert teve van rajta. A hajókötél pedig kamélosz. Kamélosz, kamélosz. És azt mondták, hoppá, ha tűfok, akkor inkább hajókötél. Most ebből aztán óriási vita lett, óriási irodalom. Persze Jézus valószínűleg tevét mondott, tudnélik ehhez valamit stilisztikából is kell tudni, hogy a jézusi példázatok mindig a lehetetlen lehetőséget élezik ki. Ez egy stilisztikai elem volt az első század irodalmában, a zsidó irodalomban nagyon sok ilyen van. Tehát valószínűleg tevét mondott Jézus Krisztus, csak arra felmondom, hogy keresték a szöveg variációkat, és valahol a 9. században egy ilyen tollhibát találtak, a 9. században, és erre kezdtek hivatkozni, és akkor azt mondták, hogy nem, mert ezt a kéziratot, ezt is tudjuk, ebből másolták, abban még jól van, tehát akkor ez a 9. században elírta valaki Bizáncba ezt a kisbetűs kéziratot, a lambda, mit tudom én, 522-es kéziratban van ez a variáció. Tetszik érteni? Tehát ilyen pontosan ismerjük a személy igazolványát minden hibának. Na most, és a kéziratok tanúi.
Hát akkor most nézzük egy kicsit a kéziratokat. És ez utoljára marad, mert ez a kedvencem. Az Ószövetségre visszatérve, ugye vannak a kumráni leletek. Kumráni leleteknél minden bibliai könyvből találtunk kéziratot. Több könyvnek a teljes anyaga megvan, az Ézsaiásról ugye beszéltem, de a Habakuk könyve például megvan kommentárral együtt. És hát azt lehet mondani, hogy az Énekek éneke kivételével, aminek a kánoni, ugye ez egy szerelmi költemény, és ennek a kánoni vitája az vitatott volt, valamint az Eszter könyvének is volt egy ilyen vitája, hogy bevegyék-e a kánonba vagy nem a zsidók, ezért ezekből nincsenek töredékek. Mert ugye a kumráni kéziratot, ezt nem mondtam, az esszénusok egy nagyon szigorú, ilyen morózós szerzetesi közösség, így mondanám, hagyta ránk, tehát nyilvánvalóan ők ezekkel nem nagyon szerettek volna foglalkozni. Ezen túl ugye a papírusz leletek között a Nash papíruszt említettem, a többi jelentősebb régi kézirat az ilyen genézákból jött elő, és itt megemlítettem az Aleppói zsinagógának ezt a félig elégett kéziratát, de még hadd említsek kettőt, a kairói kódexet. A kairói kódex az egy biblia rész, pontosabban a proféták, a korai és késői profétáknak a pontos leírása, tehát ez Józsué könyvétől egészen Malakiásig, csak hát a következő van, Józsué van benne, Bírák van benne, Sámuel két könyve, Királyok két könyve, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, és utána Hóseás, Joel, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikiás, Nahum, stb. Végig Malakiás, ez a kis proféták. Ezek tartoztak a profétákhoz. Ez egy könyv, és pontosan datált kéziratunk van, ez 859-ben keletkezett ez a könyv, és a kairói zsinagógába találták meg a múlt században. Ez egy nagyon fontos kézirat lelet volt neki. Van még két a mai Oroszországban lévő kézirat, ez két leningrádi kézirat. 1008-ban, tehát Szent István korában keletkezett a leningrádi kódex, ami a kumráni leleteket is figyelembe véve az első olyan kódexünk, ami teljes egészében a maszoréta szöveget pontosan tartalmazza, ennek ez az alapja. Hát ez azt jelenti, hogy ezt vették alapul, és attól való eltérés, ha kumrán, ha más, stb. Kézirat, azt jegyezték a margóra, hogy így mondjam. De hát, ahogy mondtam, itt alul minden változatot megtetszenek találni. Tehát ez a leningrádi 1008-as kézirat. Még van egy korábbi leningrádi töredék is. Ez a leningrádi töredék a késői profétákat tartalmazza, tehát Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és a kis proféták. Ez 916-ból való, ez is datált kézirat. Ezek a legjelentősebb ószövetségiek. Aztán van több száz, több ezer kisebb töredék, ebben most én nem beszélek. Viszont visszatérnék az új szövetségre. A papíruszok között, ha kutatunk, ez a 76 darab papírusz levet között, akkor nagyon sok érdekességet találunk. Az első érdekesség az, hogy nagyon korai ilyen papírusz leletek vannak, és ezek nagyrészt a második századiak. Papírusz ugye ez egy nagyon kemény anyag, és kiállja az idő vasfogát is. Ez egy nagyon érdekes, egy nádnak a belső hártyájából egymásra préselt, most hadd ne mondjam el, hogy csinálják ezt a papíruszt. Aki Egyiptomban jár turistaként, az úgyis vásárol ilyen papírusz képet, stb. Árulják a szuvenírárusok. Nagyon karakán anyag, és erre írva azt lehet mondani, hogy körülbelül a 200-as évek végéig visszamenőleg minden újszövetségi könyvet tudunk rekonstruálni. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a papírusz leletek kapcsán és különböző más idézetek kapcsán, tehát a bizonyos lekcionáriumokat, így hívják ezeket a kiírt lekciónak felolvasott dolgokat, rekonstruálni tudjuk az új szövetség minden betűjét. Ezt köszönjük a papírusz leleteknek. De egy nevezetes sztorit nem hagyok ki. Még hogyha agyonütnek, akkor sem. Ez pedig a következő volt. Nem tudom, hogy tetszenek-e tudni még, hogy ki volt az Engels elvtárs. De azt tetszenek tudni, hogy ő teológiai doktor volt?
Pedig igaz, én láttam a teológiai doktori értekezésének a kinyomtatott formáját is. És Engels elvtárs Tübingenben volt teológiai doktor. Tübingeni egyetemen, amikor Engels elvtárs a doktorandusz volt, egy nagyon híres újszövetségi professzor volt, akit úgy hívtak, hogy Ferdinand Christian Bauer. Ez a Ferdinand Christian Bauer egy olyan elméletet jártott az újszövetségről, ami a 19. században nagyon divatos volt. De hogy mi ez az elmélet? Ehhez azt kell mondani, hogy ennek a Ferdinand Christian Bauernak volt egy nagy filozófiai professzora, akit nem másképp hívtak, mint Hegel. És hogyha már kimondom ezt a nevet, hogy Hegel, akkor tetszik tudni, hogy tézis, antitézis, szintézis. Ennyit mindenki tud Hegelről, igaz? Na most. A Ferdinand Christian Bauer azt mondta, hogy kérem szépen, az új szövetség az a hegeli dialektika alapján jött létre. Van a tézis, ez az evangéliumok. Ezek ugye 30 évvel Jézus után kialakultak. Van az antitézis, a páliratok, ehhez el kellett 60-70 évnek telni, hogy ezek a szentiratok az ellen hatást kiváltsák, tehát ezek nem Pálnak az iratai, hanem valaki a második századba írta, és ebből ugye létre kellett, hogy jöjjön egy antitézis, ami megint későbbi időben van, és ez a Jánosi irodalom, és ez a Jánosi irodalom a harmadik században valamilyen Jánostól származik, de ez nem János apostol. Ugye ezen mindenki hasra esett, mert ez egy nagyon modern elmélet volt, és hát ezt tanulta meg az Engels nevű nebuló is, mint doktorandusz, és az Anti-Düring című nagyon elmés könyvében, amit még az én kortársaim, ugye kötelező olvasmányként kellett volna olvasni, de senkit nem láttam még élő embert, aki elbírta olvasni. Mindig csak úgy hasaltunk róla a különböző marxizmus vizsgákon, mert bizony mi abból is vizsgáztunk. Szóval ebbe az Engels elvtárs leírja, hogy a jánosi iratok, köztük a jelenések könyv és az evangélium a harmadik század végén íródott. Mit teszik? Van egy Rieland nevezetű úriember 1927-ben, akinek annyi pénze van, amennyit nem szégyel. Az úriember rávette magát, hogy ő bizony nem fog más csinálni, mint papírusz kézirat töredékeket vásárol. Elment Egyiptomba, jó régészeti bódba, összesöpörtek neki egy csomót, és azt mondta, hogy na, mennyi? Azt mondták, ennyi. Dollár. Letette a dollárt, bepakolta a böröngyébe, nagy gondosan elvitte haza Londonba. Aztán elkezdte vizsgálgatni, és talált egy P52-vel jelölt kézirat darabocskát. Megmutatta a szakértőknek, és a szakértőknek leesett az álla. Mert pontosan tudta azt, Rieland, hogy honnan vette ezt a dolgot, és ezt tudjuk, hogy Nílus néha szokta változtatni a medrét, és akkor mindig sivatagba kerültek egyes faluk, a falu lakossága ott hagyta a falut, és elköltözött oda, ahol tudta öntözni a földjét. És tudjuk azt, hogy 110-ben vagy 109-ben, de mindenképpen 105 után, tehát vagy 110-109, vagy 108 esetleg, mert egy kis időnek el kellett telni, ezt a falut elhagyták az emberek, és ennek a falunak az összeomlott gyülekezeti termében, keresztény falu volt ez akkor, gyülekezeti termének a homokjában, ugye a sivatag homokja alatt találták ezeket a kézirat leleteket, minden töredék lényegében valamilyen keresztény vonatkozású irat volt. Viszont ez a töredék két szempontból is nagyon izgalmas. Egyrészt azért volt izgalmas, mert ez a világ első könyv töredéke. Mit jelent az, hogy a világ első könyv töredéke? A könyvet a keresztények találták ki. Ezt korábban is tudtuk. Tudnilik. A korábbi tekercsek, azok úgy lehetett olvasni, egyikről letekertem, másikra föltekertem, és így tekergettem. Na de tessék elgondolni, mi keresztények ide-oda megyünk a Bibliába. És milyen nehéz ez letekerni, föltekerni, letekerni, föltekerni.
Ezért egy elnés keresztény azt mondta, hogy kérem szépen, itt van egy papírusz ív, körülbelül ekkora volt egy papírusz ív, ezt ketté hajtjuk, egymásba teszünk 4-6 ilyen ívet, és akkor itt összevarjuk. Igaz? És akkor lehet lapozni. Nem így rakjuk össze, mert így egymásra ragasztották ezeket az íveket, hanem hajtogassuk össze ezt egy könyvé. Ez lett a könyvnek az eleje. Na most, ez a kis töredék nem nagyon, mint a tenyerem. Én többször láttam ilyen közelről, csak közt az orrom és a kézirat között volt egy üveg. Jó vastag üveg, és ez a British Múzeumban van pillanatnyilag. Ajánlom mindenkinek, ingyen lehet látni, a Londonban tetszenek éppen véletlenül hétvégén menni. A British Múzeumban mindig ingyen be lehet menni, mert az angolok lelkiismeret furdalása miatt tudnék, ott a világon összelopott műkincsek vannak, és ezt nem akarják visszaadni az angolok, nagyon helyesen, mert így egy helyen lehet látni, de ezért ingyen lehet bemenni mindenkinek. Na szóval, ha megtetszenek nézni, ezen ott van a két lukacska, mert pontosan egy ilyen összehajtott rész ez. És most jön az érdekes. Ez János evangéliumának egy része. De tudjuk azt, hogy minek kell alap másik oldalán lenni, tudnilik. A nagybetűs kódexeknél azt kellett tudni, hogy úgy ellenőrizték a kódexeket, hogy 32 sort írtak, és soronként 14 betűt. Szóközt nem hagytak. Ezt a görögben meg lehet csinálni, héberül nem lehet megcsinálni, csak görögül. Miért? Mert nagyon könnyű volt ellenőrizni. Végignézték itt sorba a betűket, és az első sor, második sor, harmadik sornak ugyanaznak kellett lenni, tehát az ellenőrzés egy nagyon könnyű művelet volt. Igen ám, de ez is egy ilyen nagybetűs kézirat. És ki lehet számítani, hogy minek kell kerülni a hátán? És képzeljék, pontosan az van, ami a mai János evangéliumában. Na most jön a képbe Engels elvtárs. Ugye, Engels elvtárs tehát tévedni tetszett, és ezt nem lehet neki felróni, mert hát ugye ő elhitte a nagy professzornak, a Ferdinand Tisztán Bauernak, aki világhíres professzor volt, ezt a tételt. De most jön a komikus része ennek az egésznek. Ezt ugye 1928-29-30-ban publikálták, és mi a teológián tanultuk, de nem volt szabad leírni egyetlen egy egyházi folyóiratba se. Én többször megpróbáltam, mindig kicenzúrázták, mert Engels elvtársnak ellentmondott, és olyan nincsen, hogy Engels elvtársnak valamiben nincsen igaza. Tehát ezért hallgatni kellett róla, csak szóba mondtuk el ezt az egészet. Na most, tetszenek látni, hogy ime a kéziratoknak ugye ez a papíruszos társasága volt. Utána van egy nagy kézirat családunk, amik a leghíresebb kéziratok, és ezeket a leghíresebb kéziratokat hívjuk nagybetűs kódexeknek, amik közül talán a Codex Vaticanus a legrégibb, ez körülbelül 340 táján, tehát a nagy konstantini fordulat után 340 táján Alexandriába keletkezett. Majdnem kortársa a Codex Sinaiticus, ennek is van egy sztoria, ez a Tischendorf Konstantin, ugye meglátta, lemásolta, aztán visszament, hogy megvegye, közben a szerzetesek nem találták, és akkor már el akart jönni kétségbeesésével, amikor a szemét között megtalálta ezt a kéziratot, és akkor óriási diplomáciai művelettel ez elkerült Leningrádba, mert ugye ezek görög, tehát ortodoxok voltak, az ottani szerzetesek, és ugye a cár ajándékoztatta meg vele, Tischendorf ezzel, és a cár ezért adott cserébe nekik, mit tudom én, pénz, paripát, fegyvert, most már nem tudom, hogy mit, és akkor ez a nagy szovjet éhség következtébe került aztán Londonba, mert ezért bizonyos pénzt adtak, amiből az éhezőket segítették, szóval ez egy nagyon kalandos sztori, ez a Codex Sinaiticus. Azután van a Codex Alexandricus, ez a Codex Alexandricus is egy nagyon-nagyon híres, ez az is az 5. század elejéről való, és azután jönnek sorba ezek a nagybetűs kódexek. Ezek a nagybetűs kódexek nagyrészt úgy keletkeztek, hogy nagyon reprezentatívak.
Például a Codex Sinaiticus megint ugyan az előbb említett helyen, a mellette lévő tárlóban lehet látni. Ez egy olyan valami, ez a Codex Sinaiticus, hogy én is tudom olvasni, tehát én el tudom olvasni, le tudnám fordítani, és el tudnám olvasni görögül, mert olyan szép tisztán van írva, három hasába az egész. Ez nem én vagyok a szomszéd. Tehát el tudnám én is olvasni. Ezek a nagybetűs kódexek, amik azért készültek nagyon pontosan, mert ugye államvallás lett a kereszténység, hirtelen megnőtt a Biblia igény, a korábbi üldözésekben nagyon sok kézirat megsemmisült, és ezeket a megsemmisült kéziratokat kellett pótolni, annak a pár hiteles kéziratnak, amit az életüknél jobban őriztek a keresztények továbbmásolásával, és ezek ilyen továbbmásolt kéziratok. Amikor aztán a 6.-7. századhoz érünk, akkor folyóírással kisbetűsen is kezdik másolni ezeket a kéziratokat. Az az érdekes, hogy ezek már kézirat családokba rendezhetők, és annyira pontosan ismerjük ezeket, hogy például van a lambda család. Ez azt jelenti, hogy van egy lambdával, egy görög elbetűvel jelzett kézirat, egy elég régi kisbetűs kézirat, és tudjuk azt, hogy ezekből másolták ezeket, mert ugyanazokat a hibákat meg lehet találni ezekbe. Tehát a hibák elárulják, hogy miből keletkezett. Tehát ez egy hatalmas nagy épület. Mindent összevetve mit mondhatunk tehát? És itt fejezem be. Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy összesen az egész új szövetségben, ha megnézzük, 13 olyan hely van, amelyik szóba jöhető hely ahhoz, hogy egy pici szövegmódosulás van. Kettőt említek belőle. A két legzűrösebben. Mind a kettő a János irodalomhoz vonatkozik. Az első, ugye biztos tetszenek tudni a betesdai 38 éves beteg meggyógyításának a történetét. És arra is tetszenek emlékezni, hogy ez a János evangélium a 3. fejezet 5. fejezetében van egy szakasz, hogy egy angyal jött és felkavarta a tóvizét, hogy aki először bemegy, az meggyógyuljon. Ez a vers és az utána következő félmondat, ez a legrégibb kéziratokban nincsen benne. Ma a modern fordításokban ez lábjegyzetként ott van, ez a megjegyzés. Ez úgy került bele, hogy ez egy magyarázó jegyzet volt, hogy miért rohantak annyira az emberekbe. Ez egy népies hiedelem volt. És ugye valamelyik tudós, kézirat másoló, ezt odaírta a szöveg mellé. És csak a 9. században kezdték bemásolni az eredeti szövegbe, először zárójelbe. Nálunk is most megvan a szövegben zárójelbe. Így bekerült ez a mondat. De ez egyáltalán nem változtat a történet értelmén, csak egy ilyen kultúrtörténeti érdekesség. A másik is János első leveléből való, hogy hárman tesznek bizonyságot, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És akkor van, hogy az Atya az a víz, a lélek és a stb. Itt egy-egy magyarázó félmondat betoldása van, megint ilyen lapszéli jegyzetből került ide, ami tulajdonképpen a szöveg magyarázatát segítette. Evel együtt elmondhatjuk az indiák koromnak a legnagyobb újszövetségese volt a világban, egy Vakkári nevezetű romai katolikus újszövetséges, aki a legtöbb kéziratot ismerte, végigvizsgálta azt, hogy az újszövetség szövege nem csak lényegében, hanem még a mellékes dolgokban is sértetlen állapotban maradt ránk, és az eredetit minden ponton pontosan meg tudjuk állapítani. És ez nem egy nagyképű mondat, tessék elhinni. Na most én miért mondtam el ezt az előadást? Nem csak, hogy itt egy pár érdekességet megosszak önökkel, hanem valamiért. Az utóbbi időkben, és ezután is ez lesz, majd megtetszenek látni majd a Júdás evangéliumot, majd erről fogunk beszélni külön is, nem akarok csúnyán fogalmazni, ezért most egy kicsit gondolkodtam. Elterjedt egy olyan fajta irodalom, ami a tudományos fantasztikus irodalomhoz tartozó, tehát ilyen tudományos sci-fi.
Egy Däniken nevezető svájci úr volt ennek az egészet, tudják, ez az, aki a űrhajósok jöttek, és azok csináltak, hogy kőkori kultúrát, meg a piramisokat építették. Az nem zavarta a Denikent, hogy a piramis építkezését például tudjuk, hogy hogy rakták a követ kőre egészen pontosan, meg egész technológiáját tudjuk. De viszont ez szenzációs. Na most, mi ennek az oka? Nagyon egyszerűen, ha egy szóval akarom mondani, a pénz. Tessék elgondolni, ha én írnék egy könyvet mondjuk arról, amiről most én előadást tartok, akkor a könyv írásához több évig nekem kutató munkát kellene végezni, az egyetemi tanulmányom kiegészítésére, hogy specialista legyek, végig kellene utaznom egy csomó dolgot, és megírok egy könyvet, ezt a könyvet el lehetne adni, ha angolul írom, maximálisan 500 vagy 1000 példányba. Ez ráfizetéses. Na most, ebből nem lehet megélni. Én a saját tudományomban, saját egyházomban is így van külföldön, ha egy tudományos folyóiratba akarok írni, akkor elküldök egy cikktervezetet, és azt mondják, hogy Mr. Szigeti, ez nagyon remek dolog, te vagy ennek a világon a legjobb tudója, légy ön szíves, $200 küldeni, hogy megjelenjen a cikk. Ez így van? Magyarországon tudományos cikkért nekem évente, hogy a 15-20 tanulmányom megjelenik, tudományos cikkért még egy fillért nem kaptam rövid és eseménytelen életem során. Mert ez így működik. Tehát ebben nincs pénz. Tessék megnézni egy tudományos folyóiratot, támogatók listája, a címlap után ilyen sor. Mert minden innen kódolni kell, ez nem üzlet. Na most, ugye az emberek szeretnek megélni, én is, mindenki. Ezért van, aki egy kicsit megalkuszik a lelkiismeretével. És azt mondja, hogy elengedem a fantáziámat. És elkezdek mondani tudományos tényeket, és azt összekötöm úgy, ahogy nekem tetszik. Ez körülbelül olyan játék, mint hogy mindent lehet megmagyarázni tulajdonképpen. Erre, és ez az utolsó, tényleg tovább nem akarok beszélni, erre nagyon sok példa van, például a korai középkort le lehetett tagadni. Óriási cirkusz volt, ugye Nagy Károly, és mit tudom én, mi ott 450 évet ki kellett vágni. Hát kérem szépen, ha ez lehetséges lenne, az a világ legnagyobb csodája lenne. Miért? Azért, mert körülbelül 1200-1250 első osztályú forrásunk van, és ezt mind hamisítani kellett volna, és ezek a források ezek így egymásban vannak. Nincs az a komputer, amelyik ezt meg tudta volna csinálni. Tessék csak végig gondolni. Na de hát ugye régen angyalokat láttak az emberek, most UFO-kat látnak az emberek, szóval modernizálódunk, most ez egy ilyen tudományos valami lett, olyan izé lett. Vagy ott van a Biblia kódja nevezetű dolog, hogy mit tudom én, hogy ki lehet a rabin meggyilkolását a Bibliából úgy venni, hogy 42 betűnként eltördeljük a héber Bibliának a sorait, összetömörítve, zanzásítva a szöveget, és akkor a sakk lógrása szerint kapunk egy angol szót, amiből ki lehet következtetni, hogy rabint meg fogják gyilkolni. Pénzt keresni akaró emberek zsebének a viszketése, óriási kísértés, hogy ilyen szerelemdesztillációs módszerrel valami szamárságot kitaláljanak. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.